President Harold Ford. A few of us are saying, we can never have a postal at our level of the chip. That is, we have a begging them, my dear. This is a begging them to have each which has written to take a memory in the harmony. Én azt kérném a miniszterelnök úrtól, hogyha hallja, akkor igenis jöjjön ki, mi választottuk meg, mi szeretnénk változást, ami bérünkről van szó, az mi életünkről van szó, úgyhogy kötelessége nekünk kijönnen be. Vagy megvonjuk a bizalom már így is megcsapant, és ezzel kapcsolatban szeretnék röviden felolvasni valamit. Tisztelt Orbán Viktor miniszterelnök úr! Csak annyit szeretnék röviden megkérdezni őtől, hogy hogy ügyek a fityeg? Mostanában. Lesz valami, nem a jelsöpör? Vagy csak érde behatárolható érdekört fognak érinteni? Kiket fognak megmenteni, elnök úr, hogy újra hatalmon maradhassanak? Kiket fognak újra megvezetni? Lesz a mentőkabin, vagy csak úszómit adnak nekünk? Hogy a Daviza-tengeren hánykorja cápák levárják a lábunkat. Miniszterelnök úr, láttok mint a fényképe július 4-én? Nem mondta a kedves felesége? Mi itt jártunk önnél, ön pedig arca széles mosolyal bontalanul szotyalázott Székesfehérvár mérkőzésen. Hiába a foci már csak ilyen. Ránk nem hegyerített, inkább kiküldte az asszonyt. Azt tudja kezelni a kényes kérdéseket? Tárgyalt is a dühösken egyel, hát tudja, inkább nem szólok semmit. Most akkor lesz igazi megoldás, vagy ismét magunkra maradunk, mert tudja már elég dühösek vagyunk. Veszik még, hadd elhadd, az biztos. Hallom férhez meg a lányra. Az ételmaradékot azért ne dobja ki, majd, ha kérhetem, adják oda nekünk, hogy ne éhezzünk. Hallja miniszterelnök úr, hogy ne éhezzünk. Tényleg. Viktor, mit szólnál ahhoz, ha az esküvő napján a Koppány csoport biztosítaná a rendezvényt? Nem kell már annyira, mint a te? Tik-tok-tik-tok! Most pedig Rákóczi Petra fog felolvasni valamit. Sziasztok! Én a Magyar Fiatalság nevében szeretnék hozzátok szólni, mert Orbánnal nem beszélek. Ne azért demonstrálj, mert mások demonstrálnak. Az erőszakra nem csak erőszakkal lehet válaszolni. Nem azért van éhezés, mert nincs elég élelmiszer. Nem azért vannak hajléktalanok, mert nincs elég ház. Nem azért kell gondolkodnod, hogy legyen valamit. Ha nincs tulajdon, nincs lopás. Addig vannak urak, amíg vannak szolgák. Addig van elnyomás, amíg van hatalom. Csak elnyomók vannak, és elnyomottak. Keresd az egyéniséged, ne utánozz másokat. A luxus nem szükséglet, a háború ipar, a megfélemlítés eszköz. Egyedül magányos vagy, de egyedül szabadok leszünk. Tisztelt Orbán Viktor miniszterelnök úr! El kellett jönnünk a házához, remélve, hogy így jobban meghallja a szavainkat. Mi vagyunk azok a civilek, akik ma Magyarországon végre kinyitották a szájukat, és összeszerveződve megpróbálunk megszabadulni a minket jogtalanul sújtó teher alól. Mi is az a teher? Ez az a bizonyos devizahitel. Rengeteget lehet olvasni és hallani róla az utóbbi időben, ami szintén a mi érdemünk, mert sajnos nem az önök kezdeményezésére kezdtek velünk foglalkozni. Önök csak amiatt figyelnek most már ránk, mert muszáj, hiszen hangosak vagyunk. Sajnos sokunk hangját már soha többé nem hallhatják. Senki sem. Ők azok pár ezren, akik nem bírták tovább elcipelni ezt a súlyos terhet, azt, hogy magukra hagyták őket ebben az iszonyú helyzetben, és teljes kilátástalansággal kellett szembenézniük. Miattuk vagyunk majd, rájuk emlékezünk ma. Miniszterelnök úr, mivel személyesen sajnos nem tudunk találkozni önnel, ezért így levélben kérdezzük meg, hogy ön miért nem szólalt fel a devizahitel ellen, még a kezdeti szakaszban, ugyan ön akkor ellenzékben volt. De ahogy minden más ügyben is hallatta a szavát,
ez ellen is harcolhatott volna. Nem így érzi ön? Sajnos, mióta ön miniszterelnökként van jelen a politikában, azóta sem történt érdemi változás. Ebben a levélben is szóvá kell tennünk, hogy soha nem kértük a megsegítésünket, hanem csak azt, hogy a törvények mindenkire vonatkozzanak ebben az országban, ne csak ránk kis szürke emberekre, adófizető állampolgárokra. Önnek is tudnia kell, hogy az intézkedéseik csak a kis csoportokat érintették, és pont nem a leginkább rászoruló csoportokat. A médiában elhangzott álláspontok, vélemények szerint pedig nagyon is úgy tűnik, hogy tudatosan megosztják a lakosságot, hogy akinek nincs devizahitele, lehetőleg ne is szimpatizáljon a károsultakkal. Mi most is azt kérjük, hogy a hatalmat gyakorló kormány és az élén álló miniszterelnök, vagyis ön, viselje szívén az ország, majd felére közel 4 millió embernek a sorsát. Szolgáltasson igazságot, merje felelősségre vonni a bűnösöket, ne hagyja, hogy az élni akaróknak el kelljen hagyniuk szülőhazájukat. Gondolja újra a tetteit, még emberek százezreinek az életét segítheti újra élhetőbbé tenni azzal, hogy végre ön is a bűnösök elmarasztalásáért, a jogtiszta alkalmazásáért és a törvények mindenki számára kötelező betartásáért harcol. Gondoljon arra, miniszterelnök úr, hogy az utókor fogja meghozni a végső döntést az önmunkásságáról. Amikor már nem lehet kimagyarázni semmit, amikor már majd csak a puszta tények állnak a rendelkezésre, akkor fog kiderülni, hogy megérte ez a politikai hatalmi harc azt, hogy az utódai szégyelni fogják a nevét. Jó gondolkodást kívánunk önnek, magyar devizahitelesek! Engedjétek meg, hogy én is szóljak néhány szót. Tisztelt miniszterelnök úr! Ha már nem enged közelebb a házához bennünket, innen mondom a mondókámat, majd a médiából, vagy a rendőrségi felvett anyagból biztosan értesül róla. Bár nem értem, miért kell ilyen... távol megállnunk, miért állnak rendőrök ön és mi közöttünk, választópolgárok között? Csak nem attól fél, hogy önre törjük az ajtaját. Orbán úr, mi nem vagyunk bűnözők, egészen pontosan a bűnözők nem mi vagyunk, hanem azok, akikkel az ön kormánya tárgyal rólunk, nélkülünk. Ön bűnözőkkel tárgyal, pontosabban bűnszövetséggel. Bocsánat, talán a bankszövetség tagjait is megilleti az ártatlanság vélelme, egészen addig, amíg már a legfőbb ügyészséghez eljutatott bűnvádi feljelentéseink célba nem érnek, és ha van még jogállamiság és igazság, ezeket az embereket el nem ítélik. Ezeknek az embereknek, bankároknak vélhetően nagy bűneik vannak, miniszterelnök úr, csak még nem bizonyosodott be róluk, de mi már tudjuk, és ezt ők is tudják. Csalás, uzsora bűncselekmény, számviteli törvény megsértése, emberiesség elleni bűncselekmény, és más egyéb a BTK által díjazott cselekedetek is szóba jöhetnek. Büntetőjogi felelősségről tárgyaljon az önkormánya a bűnszövetséggel, nem másról. Úgy látjuk, az ön vezetése nincs tisztában a számokkal. Akkor most számoljunk egy kicsit. A devizahitelesek felvettek körülbelül 7500 milliárd forintot, ebből 2010-ig visszatörlesztettek körülbelül 15000 milliárdot. 2010-ig 15000 milliárdot. Senkinek nincs, és nem is lehet vesztesége a devizahiteleseken kívül. Esetleg nem lenne meg a betervezett óriási profit. Tessék mondani, miniszterelnök úr, hol van a felvett és visszatörlesztett összeg különbözete a 7500 milliárd forintunk akkor, amikor alig több, mint 1000 milliárdból meg lehetne oldani minden hitelt felvevő számára megnyugtató módon a devizahiteles problémát. Mi már tudjuk a választ, miniszterelnök úr. Ha ön még nem tudja, kérdezze meg Lázár Jánost, az ön titkárság vezetőjét. Ő is tudja. A Csányi Sándorok zsebében van.
ha már tisztában van ezzel a néhány aprósággal, akkor legyen olyan kedves felhívni az államtitkárai, egyéb tisztségviselői és a média szereplői figyelmét is arra, hogy mi, devizahitelesek, nem kérünk mentőcsomagokat, nem kérünk segítséget, nem kérjük az adófizetők pénzét, ellenben igazságot és a magyar jog betartatását követeljük. Van egy Dakota közmondás, biztosan ön is ismeri. Ha észreveszed, hogy döglött lovon ülsz, szállj le róla. Higgyel nekünk, miniszterelnök úr! Higgyel nekünk, miniszterelnök úr! A bűnszövetségnek, ennek a gebének rogyadoznak a lábai, és több sebből vérzik, akár csak a mi devizahiteleink jogszerűsége. Mint devizahiteles, és mint a radikális bankellenes csoport létrehozója is kijelenthetem, és ezzel a többi civil szervezet tagjai és vezetői is egyetértenek velem. Soha nem fogunk elfogadni olyan megoldást, amely csak a hitelesek egy részét érinti, és olyan megoldásokat sem, mint amit Rétvári Bence körvonalazott, nevezetesen a mostani aktuális árfolyamon történő forintosítást. Soha nem fogunk ilyet elfogadni! Mondjuk soha! Soha! Nem fogjuk elfogadni! Soha! Soha! Tisztelt miniszterelnök úr! Előbb-utóbb le kell ülni a kormányának velünk tárgyalni. Nem egy bűnszövetséggel, nem egy kakukkfióka töffel, hanem velünk. Észre kell vennie, hogy a tevékenysége 2014-ben önnek kevés lesz. Az ön választási ígéreteit, mint a nagy arányú adócsökkentés, az 1 millió új munkahely és a többi, az ön jelenlegi tárgyalópartnere, a bankszövetség lehúzta a WC-n azáltal, hogy tönkretette a magyar polgárokat, a vállalkozásokat és a magyar gazdaságot is a fantasztikus hitelpolitikájával, az uzsora kamataival. Mi van az ön további ígéreteivel, például az elszámoltatásokkal? Ha az ön kétharmadával most nem tudja ezt megtenni, soha többé senki sem fogja. Azok az emberek, az előző kormányok politikai és gazdasági vezetői, akik a jelen helyzetünket előidézték, most is ott ülnek a tűz közelében, és a mi pénzünkön melegszenek. Miniszterelnök úr, tartsa be az ígéreteit! Miniszterelnök úr, magyar polgárok, ébresztő! 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 Még csak egyetlen egy mondatban szeretnék valamit mondani, mégpedig van azt, és nagyon megütötte a fülemet, amikor éppen egy perccel ezelőtt hallottam, nagy igazsága az eddig elhunyt devizásokra nézve, hogy van itt egy másik szempont is, de szeretném, hogyha maga akkor az a koppányos, aki Debrecenből jött, a koppánycsoport vezetője, ő mondaná el. Én például nem szeretek beszélni, de nem tudom melyik háznál voltunk akkor, amikor említettétek a 3300 öngyilkos emberre emlékezünk. De felejtsétek el azért, hogy nem csak öngyilkosok vannak. Nagyon sok olyan ember kapott infarktust és bele is halt, mert duplán dolgozik, hogy az hitelét tudja fizetni, a családját nem látja hetekig. Tehát azok az emberek is emiatt haltak meg végül is. Csak ugye nem öngyilkosok lettek, hanem infarktusban, vagy agybérzésben, vagy hasonló dolgokban. Még van egy nagyon érdekes dolog az úton, ahogy jöttünk fölfele, kaptam egy telefont. Igaz, hogy ezért a lányom biztos meg fog rólni, de el fogom mondani. Az unokám hívott föl, és mondja, hogy hová fogtok még menni, és mondtam, hogy Orbán Viktor úr házához. Azt mondja, hát minek mentek oda, mama? Hát mondom, megyünk őnek is, elmondjuk a problémát. Hát azt mondja, mama, hát ő már megígérte, hogy nem lesz devizahitel tovább, nem lesz adóságunk. Mondom, tudod, most megyünk emlékeztetni, hogy el ne felejtse. Egy egészen új hangvételt szeretném behozni ebbe a mai gyönyörűséges éjszakába fordult napba. Én szeretnék köszönetet mondani a kedves hatalmi elitünknek is, itt főleg személyesen a miniszterelnök úrnak, hogy vállalta ezt a nem túl hálás szerepet, a rossz fiú szerepét, hogy ráébresztem minket a végzetes egymásra utaltságunkra, és arra, hogy demokratákra van szükség, arra, hogy demokrácia legyen.
én fiatalnak és demokratának is tartom magamat, ő nem tudom miért tartja magát most már ez utóbbi időben. Szeretném megnyugtatni, hogy nem fogunk a trónjára és a hatalmára törni, mi szépen szerveződni fogunk horizontálisan és hálózatosan, és figyelünk egymásra, mert mindannyiunknak kiút az, ki kell, hogy jusson egy rendes emberi élet. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, én a saját nevemben, mert senkit nem képviselők, őt sem tudom, hogy kit képvisel, de nagyon remélem, hogy nagyon gyorsan nem lesz szükségünk semmi ilyen kormányszerű formációra és miniszterelnöknek nevezett valakire, aki majd megmondja nekünk, hogy ő hogyan képvisel minket, és ezt mi elhisszük neki. Én köszönöm neki, hogy állalta ezt a nagyon rossz szerepet, hogy ráébresztem minket, hogy ránk van szükség. Mi vagyunk az emberek, mi vagyunk a 99%, és rajtunk áll, hogy milyen lesz az életünk. Vigyázzunk egymásra, figyeljünk egymásra, és teremtsünk jobb életet mindenkinek. Köszönöm szépen. Pontokat képviselünk! Viktor, gyáva vagy. Pont olyan gyáva kutya, mint a Kövér László. Így van! Gyáva vagy, Viktor! Gyáva vagy, mert nem mersz a szemünkbe nézni. Akár patkány is, mondják itt mögöttem, nem akartam ennyire durva lenni. Az egy illedelmes állat. Meg gerincet! Köszönöm! Szóval, Viktor, azt mondta itt a Béla, hogy éhezik a nép. Hát ezt most meg fogjuk neked mutatni. Végig kell nézned, hogy 3 napig itt fogunk éhezni a házadnál. Tegnap bejelentettem, hogy szeptember 3-án éhségsztrájkot kezdünk 72 órán keresztül Orbán Viktor házánál. Mit gondoltok, mi történt? A vasárnapig meghirdetett zárlatot meghosszabbították. Viktor nem szeretné megnézni, hogy a magyar nép hogy éhezik. Azt hiszi, hogy ha bedugja a fejét a homokba, akkor az nem létezik. Viktor, üzenem, ez nem így van. Hétfőn bíróságon fogom megtámadni a lezárást, és mai napon, vagy holnap, attól függ, meddig bírják a rendőrök, megbeszéljük, vagy a házadnál, vagy a házadhoz legközelebb eső részen fogjuk felállítani a sátrunkat. Ide fogunk jönni, egyelőre 3-an már biztos, aztán szerintem ez egyre nőni fog ez a szám. Itt leszünk a 3 nap alatt több százan a közeledben. Emlékeztetünk arra, hogy a magyar nép éhezik. A magyar nép ki van fárasztva, a magyar népet kirabolták. Kifosztották, így van. Ezt nem ússzátok meg. Ezt már nem lehet eltusolni. Engem nem érdekel, hogy milyen házakban laktok. Nem érdekel, hogy a sok csodálatos villa előtt jöttünk el az utunk során. Ez nem baj. Nem baj, hogy vannak emberek, akik jól élnek. A baj az, hogy mások pedig nyomorban élnek. És ezt nem hagyjuk tovább. És amikor végeztünk nálad, majd szeptember 6-án pénteken, akkor végigvonulok a városon. Aki jön velem, jön velem. Innen gyalog egész a Móricz Zsigmond körtérig, és minden mocsoknak, aki parancsolgat neked a bankokat, újból tele fogom plakátolni, és aki jön velem, az ugyanezt fogja csinálni. Mert elég volt abból, hogy hülyének néztek. Elég volt! Átadom a szót Istvánnak, és utána tovább megyünk a Csányihoz. Engedjétek meg, hogy még egy mondatot mondjak, mert kilenc teljesen a feje felem. Tehát azért döntsük már el, hogy most Csoltán vagy Patkány, illetve melyik? Csoltán vagy Patkány? Csoltán! Mert Csoltán úton van! Eredetileg Gyűl Csoltánhoz hoztam, de most már nem látom oda, mert itt a helye. Úgyhogy ki kellene fújnunk egy kicsit. Mielőtt, 30-án bejönnék a börtönbe, remélem nem kerül rá sor, de előtte szeretném kifejezni azt, hogy igenis Csoltán mindegyik, amelyik így az életünkre tör, megpróbálva ellehetetleníteni és börtönbe zárni azokat, akik kiállnak az emberekért, akik teszik a dolgokat.
Másodszor járunk ennél a háznál. És úgy látszik, hogy az első itt jártunknak azért volt eredménye. Ugyanis amikor itt voltunk először, július 4-én, rá egy órára a miniszterelnök úr megszólalt a Kossuth Rádióban, hogy a devizahitelek, azok nem jó hitelek, hogy nem jól döntött a bíróság. Ebben igaza is van, miniszterelnök úr. Csak akkor miért nem rendelte el azonnal a kilakoltatások megállítását és a végrehajtási záradékok felfüggesztését? Meddig hagyja még lopni az állami tisztviselőit, az önálló bírósági végrehajtókat és a közjegyzőket? És üzenjük innen önnek, miniszterelnök úr, hogy nem félünk a rendőreitől. A rendőrök ugyanolyan magyar fiúk és lányok, mint mi vagyunk. Nem fognak minket bántani, higgye el, hogy nem fognak minket bántani a magyar rendőrök. Ugyanúgy le fogják tenni a fegyvert, mint a bolgár testvérei. Úgyhogy legyen olyan kedves, holnap reggel, mikor bemegy a hivatalába, azonnal rendelje el a kilakoltatások felfüggesztését. Ez a további tárgyalások elsődleges alapfeltétele, és követelje meg Varga Mihály pénzügyminiszter úrtól, hogy vonja be a devizahiteles tárgyalásokba a civil szervezetek jogi képviselőit is. Kifejezetten tiltakozunk az ellen, hogy egyetlen egy forintot is az állami költségvetésből a devizahitelesek megmentésére fordítsanak. Nem kell minket megmenteni, a törvényt kell gyakorolni úgy, ahogy az le van írva. És még egyszer, nem félünk sem öntől, sem a rendőreitől. Nem félünk! Nem félünk! Legyél bátor, Viktor! Már még minket két mocsor, és egy megérkezés a mai estére. Akkor még megyünk most a Csányihoz. Csányihoz és Gyurcsányhoz. Üljetek a kocsikba, megyünk tovább, lesz alkalom, amikor itt maradunk. Szólok, hogyha beültünk, jó? Én megyek végig. Andi, gondolom! Jó, üljetek be az autókba, megyünk tovább. Lehet, hogy lesz nem sokára egy hely, ahol meg tudunk állni. Az jó lesz.